Köszöntöm nézőinket, egy nagyon szép megható ünnepségen vagyunk túl, hiszen megemlékeztünk Trianonról, Dobos László polgármester úrral beszélgetünk. Kicsit nehéz megszólalni, hiszen nagyon szép gondolatok hangzottak el, és nagyon sokan eljöttek erre mai napra. Én nagyon sok mindennek örülök, például annak, hogy egyre többen vagyunk ezen a napon, ezen a rendezvényen, évről évre. Remélem, hogy a következő esztendőben még nagyobb létszámban jönnek el az emberek. Öröm volt látni, hogy szép ruhában, jó arcú emberek, nagyon jó lelki felkészültséggel érkeztek, és élték meg ezt a valóban csodálatos megemlékezést, amihez természetesen az is hozzátartozott, hogy olyan előadó volt itt vendégünk, aki úgy tudta megszólítani az embereket, hogy a lelkünk sírt, közben tanultunk, elmélkedtünk, és én úgy gondolom, hogy ennél szebben megemlékezni erről a gyászos napról nem igen lehet. Emelte a rendezvény színvonalát mindenképpen az, hogy két csodálatos hangú énekes vett részt és ünnepelt velünk együtt. Sok ilyen emelkedett ünnepet kívánok saját magunknak, a városunknak. Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter is részt vett ezen a számunkra megható ünnepségen. Én úgy láttam, hiszen jártam körben, és néztem a műsor alatt az ön szemeit. Én könycseppet is láttam az ön szemében. A Nemzeti Összetartozás napja az egy megható alkalom, egy megható ünnep, és ilyenkor azt hiszem mindenki elérzékenyült, akik itt voltak a nagy templomban. Több mint ezren voltunk ezen a Trianonra emlékező esten, és csodálatos szónoklatot hallhattunk Takaró Mihály professzor úrtól. A legszebb magyar dalok csendültek fel, és tényleg az ember érezte azt, hogy mi magyarok vitáinktól, gondjainktól, bajainktól függetlenül összetartozunk. És fontos az, hogy összefogjunk, hiszen akkor lehetünk erős és felemelkedő nemzet. És figyeljünk oda egymásra, bármely sarkában is vagyunk a Kárpát-medencének. A legtávolabb részeken is lehet találkozni magyarokkal, olyan területeken is, ahol nem vagyunk többségben. Az Aldunánál épp úgy, mint a Bánáti hegyvilágban, vagy Árvában, vagy a Tátra környékén, keleti Kárpátokban, vagy akár a nyugati határszélen is mindig lehet hallani magyar szót. Ez egy szívet melengető érzés, és mutatja azt, hogy van előttünk jövő, bizakodnunk kell benne, és akkor meg tudunk erősödni. És vannak biztató jelek is, hiszen az ország kikerült a Európai Unió egyik fontos és nehéz eljárásából, elkezdett növekedni a születésszám, még környező falvakban is a magyar lakosság száma látszik, hogy elkezdett gyarapodni. Egyre többen tudnak munkát kapni, akár a start munkában, akár más helyeken. És az ország nemzetközi megbecsülése is emelkedik, a kapcsolataink is erősödnek. Ezek mind bizakodásra okot adó dolgok, mondom akkor is, hogyha bizony nehéz hétköznapokkal kell megküzdenünk. És egy ilyen felemelő pillanat, mint most a Nemzeti Összetartozás napja, egy kis lélegzetvételt jelent, egy lehetőséget arra, hogy mérleget vonjunk. És tényleg, ami nagyon fontos, hogy figyeljünk oda egymásra. Más népek összetartóak, legyünk mi is összetartóak. Köszönjük szépen. Köszönöm. Takaró Mihály irodalomtörténész nagyon megható beszédet mondott, nem először járt már városunkban. Így van, a Magyar Református Világszövetség egy évtizeddel ezelőtt itt rendezte a Kárpát-medencei pedagógiai konferenciát, akkor jártam, hát akkor sem először, de hivatalos minőségemben akkor először. Azután volt szerencsém meghívást kapni egy Magyar Kultúra Napi rendezvényre ide a városba, amely végtelenül mély nyomot hagyott bennem. Magam is ugye félig Kun lévén hihetetlenül szeretem ezt a környéket, feleségem kisújszállási szintén Kunvér, és ide mindig hazajövök. A templomban is sokszor utalt erre az emlékére, de nagyon fontos volt olyan gondolatokat elmondott, amit én néztem a fiatalokat, hiszen járkáltunk a templomban és fotóztunk, hogy nagyon odafigyeltek önre, tehát tényleg eljutottak a fiatalokig is az ön gondolatai. Azt gondolom, hogy szívtől szívig kell haladni. Mi egy olyan nemzet vagyunk, amely nagyon sok nyomorúságot megélt, és ezért megrendült nem csak önmaga hitében, hanem magyarságában is. El kell jönni annak az időnek, és ezek a fiatalok lesznek majd az a generáció, akikben újjáéled ez az egészséges magyar nemzeti öntudat.
először az identitástudatot kell fölébreszteni, hiszen az önazonosság a legfontosabb dolog. Ebből lesz az identitástudat, sok-sok identitástudatból lesz majd a nemzettudat. És amikor egy önérzetes nemzettudattal rendelkező magyar generáció fölnő, ők emelkedői fogják tenni ezt a nemzetet. Ez hitem és meggyőződésem, mert végtelen tehetséges nép vagyunk. Erről árulkodott az előző 1100 esztendő is. Szorgalmasak vagyunk. Szeretünk dolgozni. Ugyanakkor megvannak azok a nemzeti gyengeségeink, amik általában a romlásunkat okozták. Ezért kell tanulnunk a múltból, hiszen, ahogy mondtam, a múlt erős gyökér jelen jövő belőle él. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos gondolat még így végszónak is, de a nyugdíjasok, idősebbek is nagyon sokan itt voltak. Nekik viszont más jelent ez. Tehát én azt hiszem, hogy hozzájuk is szívhez szóval szólt, és nagyon eltalálta az ő gondolataikat, hiszen ők másképp élték meg ezeket az éveket. Igen, aki végigélte az előző néhány évtizedet, 40, 50, 60 vagy 70 esztendőt Magyarországon, sok-sok hátratételben, nyomorúságban, igazságeltakarásban volt része. Sőt, voltak olyan korszakok, 1948 után egészen ilyen korszak volt, amikor a legüldözendőbb dolgunk Magyarországon az igazság kimondása volt. A felejtés és a felejtetés, amelyik fél évszázadon keresztül őrölte és gyilkolta a magyarságot, véget ért. Ma a felejtés és felejtetés korszaka után az emlékezés, az építés és a bátorság korszaka jön el. Én azt gondolom, hogy azoknak is erőt ad az, ez, akik végigcsinálták ezeket az évtizedeket, és hűségben kitartottak magyarságuk és hitük mellett. És hát itt említette a kun azonosságunkat, mondta, hogy a kunok nagyon konokok és kitartanak. Én azt hiszem, hogy ez is egy fontos gondolat, hogy ön is egy kicsit kunnak vallja magát, hiszen kunsági kötődése is van. Nem csak kicsit, hiszen az édesanyám kiskun volt, Kiskun Lacházai születésű, ezért bennem kunvér is folyik. De hadd mondjam el, hogy minden kunsági templom, hiszen én református ember is vagyok, a Református Világszövetség főtitkára voltam 8 évig, Tőkés Lászlóval irányítottuk a Magyar Reformátusok Világszövetségét. Minden templom egy hőskörtemény. Aki ismeri a kunsági templomok építésének a történetét, az itteni karcagét, amit kétszer kellett fölépíteni, a kunhegyesét, amit szintén kétszer építettek föl, mert leégett, és amikor már úgy nézett ki, hogy teljesen reménytelen a dolog, ott családok, éppen azért, mert olyanok a kunok, amilyenek, családok évtizedekre eladósították magukat, csak azért, hogy az a templom megépüljön, amely Közép-Európa legnagyobb temploma. És hadd mondjam el, hogy így volt ez már évszázadokkal ezelőtt. Ez a redemció erről szólt. Arról szólt, hogy megváltani a szabadságot, ha kell, generációkra is eladósítva magunkat. Ezeket a hagyományokat kéne újjáépíteni, hiszen a kun lélek, a kun szellemiség nem halt ki az emberekből, csak elsorvasztották benne. Én hiszek egy olyan Magyarországban, amelyik emelkedő ország, hiszen a mi tehetségünk, a népünk szorgalma és tehetsége, az erre predestinál bennünket. Kevés nép van Európában, még annyit szenvedett volna, mint mi. Akit annyiszor lenulláztak volna, mint bennünket, akit annyiszor ítéltek volna halálra. Gondoljon csak arra, hogy a tatárjárás már a bejövetelünk után német támadás ér bennünket, amit aztán a pozsonyi ütközetben kivédünk, és egy századra békét teremtünk magunknak. Aztán jött a tatárdulás, amikor azt hitte mindenki, hogy Magyarország meghalt. De jött IV. Béla, és újra teremtette ezt a hazát, hont alapított megint. Aztán jött a török 150 éve, és azt is kibírtuk. És aztán jött a Habsburg 400 éves elnyomás, és kibírtuk, és barna és vörös veszedelmek, és mindegyiket kibírtuk, és túléltük. Én azt gondolom, hogy a túlélés a megmaradás népe vagyunk. Ha most fogyunk is, és ezért beszéltem a fiataloknak arról, hogy az a 6 millió hiányzó magyar, mert ennyi elabortált magyar gyermek van 1960 óta, az a 6 millió magyar most nagyon hiányzik. De a jövő arról szól, hogy a fiainknak jobban kell tisztelni a nőt, lányainknak jobban kell tisztelni az életet. És akkor ez a folyamat is visszafordulhat. Mi már talán nem fogjuk megérni, de az igazán fontos célokért akkor is küzdeni érdemes, hogyha az ember nem éli meg, abban a hitben, hogy egyszer megvalósulnak. Az igazán sikeres nemzetek legnagyobbjai mindig ilyen célokat tűztek ki maguknak. Ma egy olyan Magyarországon élünk, ahol még nagyon sok ember nem érti ezt. Nagyon sok ember elemileg ellenkezik ezzel, hiszen úgy nevelték, nem is tehet talán róla. Nincs látása a nemzetéről. De én megtapasztaltam azt, hogy az újjáéledésre mindig is képes ez a nép.
abban kell bíznunk, hogy az építésnek az elején tartunk, és lesz ennek az építésnek közepe is, meg vége is. Úgy legyen, hogy ez a vége az minél szebb és jobb lesz. Köszönjük szépen! Én is köszönöm, viszontlátásra!